1975-ben kerestem föl őt a iparművészeti főiskola egyik tanári szobájában, ugyanis a rajztanárom Tamás Noémi azt mondta, hogy azok a elképzelt könyvtervek, amiket én óriási energiákkal készítettem egyiket a másik után, hát ő ehhez nem ért, de a képzőgimiben mellette ült a Virágmügyi Péter, akinek ez a szakmája, menjek el, mutassam meg neki. Bölcsész hallgató voltam, de őrült erővel rajzolni tanultam, mert híres festőművész akartam menni egy ideig. És akkor elmentem ez a szigorú, szemüveges, picit őszülő, de nagyon jóképű, magas, egy ilyen vászonöltönyben volt szerintem. És nagyon lelombozott, mert ránézett szigorúan, és azt mondta, kicsit átnézte, egyszer-kétszer, de láttam, hogy csak udvariasságból pörgeti át többször, és azt mondta, András, szerintem magának ezzel nem kellene foglalkoznia, mondtam. És hogy hát akartam kérdezni, hogy biztos, de annyira határozott volt, hogy fogtam a cuccomat, hát mondom, nagyon szépen köszönöm, tanár úr, és akkor kimentem, de megállított, mint Kolumbó hadnagy, megállított, és azt mondta, hogy mivel is foglalkozik maga, mit tanul, mondtam, hogy hát angol szakos vagyok, vagy történelem szakos, és azt mondta, hogy hát én angolul tudok elég jól, de azért nagyon szeretnék jobban tudni, és nem akar tanítani, nem vállal tanítványt. És mondtam, hogy köszönöm szépen, de én csak a csoportokba hiszek, mindenféle csoportokba tanítok, egyéni tanítást nem vállalok. És akkor már mentem el megint, de megint én is megálltam még egyszer az ajtóba, és azt mondtam, hát tulajdonképpen tehetnénk egy kivételt, hogyha nem pénzért, hanem hogyha a tanár úr engem tipográfiára tanítana, akkor én tanítanám angolra, és akkor így kicserélhetnénk, amink van. És akkor azt mondta, hogy hú, ez nem is olyan rossz lett, majd jelentkezik. És akkor néhány nap múlva, vagy egy hét múlva jelentkezett, és azt mondta, hogy érdekli őt ez a dolog. És akkor valóban nagyjából két évig találkoztunk minden héten, minden tíz napban, bár nem emlékszem egész pontosan. Én az iskola újságnak is a szerkesztője voltam, és tényleg igazán érdekelt a tipográfia, és rájöttem, hogy valójában nem is festőművész szeretnék lenni, hanem könyvtervező, és az Európa kiadóba ki is szemeltem, hogy én egy olyan munkatárs szeretnék lenni, aki a könyvek belsejéhez, meg külsejéhez is van köze. De nagyon sokszor találkoztunk, vagy viszonylag sokszor találkoztunk, azt mondtam, és követtem az ő pályáját. Akkor elmentünk a feleségemmel együtt Pelbálra, látogatóba, és ugyan, hát ahogy felnőtt korban ez szokott lenni, ezek ritkultak ezek a találkozások, de mindig tudtuk egymásról, hogy mit csinál. És miközben engem tanított, elmesélte az írás tanítási reform kísérleteit, meg úgy lassanként beleláttam a tanszéki munkájába, meg mindenféle ilyen szakmai dolgot elmeséltünk egymásnak, és akkor nekem is lett aztán gyerekem is. Szóval ez egy ilyen távoli felnőtt barátság volt, és én elképesztően sokat tanultam tőle, hát egyáltalán nem csak az egalizálásról, meg a különböző betitípusokról, miatta fizettem elő az Upper and Lower Case című folyóiratot, ami persze ingyenes volt, csak miatta rendeltem meg. És ő volt az, akivel meg lehetett beszélni az egészen kifinomult dolgokat, és az volt az érzésem, hogy én mindent megtanultam az iparművészeti főiskolánból, ami engem érdekel, abban a rendkívül szűk mestjéből. Nagyon-nagyon jó és nagyon lelkes tanár volt egyébként, és fejből elképesztő enciklopédikus tudása volt, és ez a lelkesedése az nagyon-nagyon legyűrt engem. És én egy ilyen hagyományos sznob voltam addig, amíg ő nem fejtett ki rám hatást, és ugye a közügyekre magasan tettem, és ő átragadt róla az, hogy ez nem úgy van ám, hogy a világban hogy mennek a dolgok, hogyha bevezetnénk ezt az újfajta írást, akkor a gyerekek gyorsabban megtanulnánk írni, akkor olvashatóbb lenne, felnőtt korban sorolván el, meg az utcatáblák, meg egy csomó minden olyan ügyben. Tehát, és láttam rajta, hogy ha az ember elég sokat nyüzsög, elég meggyőző, elég sok energiát fektet bele, akkor meg lehet változtatni dolgokat, és nem mindig a hülyéknek van igaza, és nem mindig a rossz ízlés győz. Úgyhogy ez máig is, amikor rá gondolok, ez az elképesztő mennyiségű energia, ami benne van, a kedvesség, kicsit volt valami furcsa az egész személyiségében, kicsit ilyen óriás csecsemő jellege volt, most ezt pozitívra próbálom mondani, tehát hogy ahogy teltek az évtizedek, nem hatott rá az, hogy az ember úgy lehiggad, és akkor már hogy nem törődik annyira, nem veszi a szívére, mindig mindent a szívére vett, és mindig
mindig mindent hajtott, minden ügyet, és emlékszem, hogy mindig mesélt, hogy vannak ezek a nemzetközi ATP konferenciák, hogy ez milyen csodálatos, és azt mondta egyszer, hogy el akar hozni egy ilyet, ilyen Pest, és úgy magam mondta, hogy ez úgy csak, aztán egyszer csak sikerült, és én is ott voltam ezen a konferencián, és hát azt gondolom, hogy ha ő nem betegszik meg, és nem hal meg ilyen fiatalon, akkor biztos rektor lesz, vagy nem tudom, micsoda. Tehát, hogy ő ez a fajta közügyek iránti érdeklődése, ez teljesen lefegyverző volt. Most a közügyeket persze igazán, aztán én ilyen ellenzéki mozgalomban sodródtam, az nem érdekelte őt. Az érdekelte, hogy a szakmai ügyek menjenek előre, az egy főiskolán, ami őt szakmailag érdekelte, az volt fontosan.